Szóval kérlek szépen a pontos statisztika, hogy hogy is, még mint is megy a podcastünk. Ugye ez nagyon sokáig az Apple Podcast vezetett, tehát az Apple-nek live-ja az volt ugye a podcasteknek az ősatja állítólag, tehát ugye onnan jött a podcast, mint olyan fogalom. Aztán ez szép lassan így elindult a Spotify megjelenésével, változott, tehát hogy elindult fölfelé a Spotify, és a Spotify vezet most 27,6-tal, az Apple Podcast utána 26,3, és szépen jön a Google-nek a saját podcast live-ja, mert ugye most már nekik is van, az nagyjából 11 környékén van. Aztán utána jönnek még ilyen kisebb podcast nyavalyák, mint a Podcast and Radio Addict, tehát ugye ez a Podcast Addict is egy ilyen platform volt, ilyen gyűjtőhely, és ez is ilyen 10-11% környékén. Aztán van, aki Simplecast-nak a sajátján hallgatja meg, hát van, aki ilyen Castbox, Overcast, stb. Van, aki böngészőből hallgatja, ott is 2,2% a hallgatóknak, úgyhogy így van a megosztása. Ja. Engem de hát a két nagy az a Spotify meg a izé. Tehát, hogy az, aki letölti a podcastet és elviszi magával ilyen MP3 fájlként, valami oknál fogva, van ilyen is amúgy, de azért nem ez szokott lenni a jellemző, hiszen ugye azért hallgatsz podcastet, mert mindig megjelenik automatikusan az új a feededben, és nem kell ezzel itt manuálisan baszakodni. De hát van, aki még ilyen old school, aztán ezzel nyomul. Nem akartam mondani, hogy lehet, hogy az egy, az én voltam. Nem. Nekem van egy ismerősöm, közös ismerősünk, a volt Ringa szerelő kollégánk. Ő például így tolta, nem tudom, hallgatja-e még, de hogy ő ezzel nyomult, és leginkább azért, mert hogy ilyen hiper-szuper lejátszóra másolt rá, és azzal ment túrázni, ringázni, és akkor az ugye egyszerű volt. Ja. Szóval engem őszintén meglep, hogy a Google a harmadik helyen van. Hát szerintem leginkább azért, mert hogy sokan hallgatnak Google-on keresztül, tehát a gondolom is megjelent valami lejátszó, hogy valami izé, aztán azért, tehát hogy szerintem eddig is volt, csak nem volt így külön választva, mert hogy mindenki ugye az Apple-t használta, tehát hogyha valamit Apple-be föltettél, az azt jelentette, hogy ők, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ez csak Apple-nek a podcast alkalmazása. Ez azt jelentette, hogy az Apple-nek volt egy nagy ilyen disztribúciós listája, és minden lejátszó, az utolsó androidos vagy Windows Phone-os lejátszó is ezt a listát trackkelte, vagy mi az indexelte be, és ez alapján osztotta szét a tartalmat. És egy idő után ezt a listát elkezdték mások úgymond átvenni, vagy akkor így, mivel hogyha ezen a listán van rajta podcasted, és ebbe reklámbevételt csinálsz, az elvileg az Apple-höz megy. Gyakorlatilag nem feltétlenül, mert az Apple ebből nem csinál jelenleg még bizniszt, tehát hogy ők még nem szeretnének, ha jól tudom, ebbe beszállni. Viszont a többiek meg látnak ebbe bizniszt, tehát a Spotify azért csinálta, mert akkor reklámokat tud szépen tenni az egyes tartalmai elé, vagy hát közbe, illetve hát tudsz ilyen Spotify-only tartalmat, hogy akkor csak ott osztod meg, és akkor különleges szerződést kötsz vele. A Google-el szintén tudsz olyat, és én nekem nagyon gyanús, hogy a Google ott kezdett ebbe szállni, de ebben nem vagyok biztos amúgy, amikor a YouTube Music elindult, és akkor ugye volt egy saját lejátszóik, amiben le tudták tenni aztán a podcasteket is. Podcastnek valami más különapja van szerintem. Igen? Mondom, teljesen vakon vagyok, tehát hogy nyilván az ökoszisztémából nem nagyon tekintek ki, úgyhogy nem tudom ezt megmondani, hogy a Google-ben ez hogy működik. Igen, van egy külön podcast nevű app rá, és azon keresztül lehet hallgatni. Én egyszer kipróbáltam még az ősidőkben ezt, de hát aztán gyorsan visszaváltottam a Spotify-ra, és ott hallgattam a Hekkés Lángost tovább. Ja, Zente, hol hallgatsz podcast? Azért vagyok csöndben. nem hallgatok podcastet, nekem nagyon fontos, hogy lássam az arcát. Tehát, komolyan. Akkor Friderikusz podcast. Igen, tehát mondjuk Puzsért szoktam nézni, és ez nekem baromi fontos. Tehát, hogyha csak hallom, régen is, meg most is szokott ő is olyat kitenni, hogy csak egy kép van, az onnantól kezdve nekem kuka. Nem tudom mi. Tehát nem köt úgy le, nem tudok úgy kapcsolódni vele, tehát azért nem is szóltam közben nekem ezt, hogy ringázok, és közben podcastet hallgatok, ez így nem. Fú, nem tudom, én most viszonylag sok időt vezettem az elmúlt pár napban autót, és biciklit is, és hát így nagyon adta magát, hogy podcastet hallgassak közben, csak olyanokkal vezettem az autót, de olyanok ültek az autóba, akik hát így nem biztos, hogy podcast fogyasztása alkalmasak, mármint ezt mondom azért, mert nem biztos, hogy amikor beülsz barátokkal vagy kollégákkal,
kollégákkal egy autóba, akkor podcastot akarsz hallgatni, hanem akkor esetleg kommunikáltok, beszélgettek. És biciklizés közben meg hát szintén az volt, hogy csoportosan mentünk ilyen csapatépítő jelleggel hegyet mászni biciklivel. Ott meg megint nem a bedugom a fülem, és nem érdekelnek a többiek, hanem podcastot hallgatok, tehát hogy ez ilyen csapatépítőnek a fajlagos mi voltából adódóan nem volt alkalmas. Pedig hát ez autóvezetés közben, de egyébként párban, amikor megyünk valahova, akkor nagyon sokszor hallgatunk podcastet, és mondjuk, hogyha van egy ilyen egy órás podcast, és van egy másfél-két órás utunk, akkor sokszor nem érünk a podcast végére, mert hogy annyit szóta, hogy így megállítjuk, és akkor kommenteljük, megbeszéljük, beszélgetünk, szóval tök jó ilyen témákat dob fel, nyilván ez podcastről függő. Tehát, hogyha mondjuk ez egy olyan podcast, ami ad tartalmat a beszélgetésre, akkor jó. Ha ez egy olyan, ami ilyen mély, nem tudom, akár kulturális, akár egy ilyen politikai elemzés, hát azt lehet, hogy nem ott kell mondjuk meghallgatni, hiszen akkor nem biztos, hogy tudsz teljesen figyelni. De igen, tehát meg tudod, van ez az Rótól kellegű podcastek, amilyen volt a Totálkádnak az égéstöre, illetve van még most is. Az is egy olyan, hogy tudod, így tud mellette szólni, mert hogy persze beszélgetnek, van benne info, jön át info, de azért nem feltétlenül kell a mély szakmai minden pillanatát megélni. De épp ez az, hogy például a Speak Zone-t azt én nézem, de nem tudnám elképzelni, hogy tudod, csak úgy hallgassam, mert alapvetően lehetne, hát miért ne, pont ez a lényege, meg ugye csinálnak már ők is podcastet, de hál' Isten videósat. Valahogy nekem az a platform jobban bejön. Ja, hát van ilyen. Én meg azt az időt sajnálom, hogy leüljek, és akkor videó tartalmat nézek. Tehát olyan ez azt inkább úgy, hogy ott akkor valami filmet, valami sorit, valami természettudomány, vagy valami ilyesmit nézek, aztán amikor meg ilyen podcast jellegű, az meg a listening only. Igen, ezt tudom, én nem nézek igazán sorozatokat, meg filmet, nem jellemző. És akkor én meg az idő, valószínűleg, amit te mondjuk azzal töltesz, én meg inkább ilyenkor mondjuk YouTube-ról kilövöm a tévére, és akkor megnézem azt a néhány adást, ami érdekel. Ja, hát ez így persze, logikus. Megnézem, hogy elindítottam el felvételt, mert nem tudom, de igen, megy. Egy kicsit szét vagyok esve. Egyébként nagyon nehéz hetem, most tudom, milyen nap van egyébként teljesen konkrétan, mert hétfőn lementem Pécsre, ugye szerdánként szoktam járni Pécsre tanítani, most mivel szerdán teambuildingre mentünk, illetve nem is teambuilding, mert szerdán még ilyen évértékelő beszélgetésre mentünk, ahol a teljes ágazatot értékeltük, hogy ki mit, hogy, mikor csinál, vagy csinált, és emiatt áttettük ezt a pécsi napot hétfőre, ezért hétfőn lementem Pécsre, ott elvégeztem a munkát, aztán visszajöttem Pestre, akkor utána kedden így rohangáltam a városba, hogy fontos eszközöket szerezzek be a biciklitúrázáshoz, tehát kávéfiltert, meg kávét, meg mérlegbeelemet, meg ilyenek, tehát hogy abszolút egy lényeges kellék, meg összeraktam a kis pakkomat. Aztán utána szerdán elindultunk erre a beszélgetésre, ott ugye autó, utána ez a komoly okfejtés, utána hát az estét zártuk egy jó kis vacsival, meg egy kis borozgatással a kollégákkal. Egyébként nagyon javaslom mindenkinek az úgynevezett kacsásbort, ezt most igyekszem nektek megmutatni. Ez a Balassa furmintja, tehát ez a Balassa pincének a Balassa nevű bora, és egy ilyen kacsa van a kacsának az emblémája rajta. Zseniális bor amúgy, tehát nagyon-nagyon finom, én függőjévé váltam. És hát elfogyasztottunk egy üveggel, aztán beszélgettünk, aztán hirtelen nagyon késő lett, aztán hirtelen nagyon korán lett, tehát menni kellett a bicikliket átvenni, az is egy jó hosszú út volt, tehát 2 órát mentünk csak a bringákat átvenni, aztán elindultunk biciklizni, hát ez szerint egy olyan 60-valahány kilométert akartunk biciklizni, ezzel 100 méteres emelkedéssel nagyjából. Ezek e-bike-ok természetesen, tehát azért nem vagyunk ennyire sportosak, meg olyan kollégák is jöttek, akik nem igazán szoktak biciklire ülni, úgyhogy így ez így adta magát. És hát a főnököm az megrögzött e-bike-os, ilyen mountain bike-os, és nagyon szívesen biciklizik. És hát ő képben volt a helyi terepviszonyokkal, és hát ő mindig segített, mondta, hogy most itt emelkedő jön, így állítsátok, úgy állítsátok, toljátok fel nyugodtan turbófokozatba, tehát jó lesz az, hagyjátok, inkább az aksi meg a motor dolgozom, mint a lábatok, mert hogy hamarabb elfáradtok, mint az aksik lemerülnének, tehát hogy tudod, élvezzük, és ne a sportról szóljon az egész. Megmásztunk egy hegyet, ott szépen leültünk, kávét főztem, megkávéztunk, teljesen jó volt, aztán leereszkedtünk arról a hegyről, felmentünk a következőre,
Az pont a Regéci vár volt, ami egy viszonylag szép helyen van, tehát hogyha még nem lettetek volna, jártatok volna arra, akkor mindenkinek ajánlom. Gyönyörű kilátás van, gyönyörű idő volt, tehát felmásztunk, csapzottam, mert azért annak ellenére, hogy rásegít elég jól a motor, de hát azért kell tekerni, és hát ráadásul azért viszonylag nehéz biciklik ezek, így aksival mindennet, az ilyen 27-28 kilós ringák, ha jól emlékszem. Ugye nagy széles, ilyen tudom én, kb. Olyan széles gumik, mint a motornak a kereke, tehát hogy azért az nem egyszerű. Felérkeztünk, tök jó, chill, teljes néma csend, tehát kb. Senki nem volt a csúcson a büfébe, tehát ott elfetrengtünk, beszélgettünk, mit tudom én, és akkor kérdezte a főnököm, hogy hát akkor kinek mennyi aksija van, vagy ő akkor volt nagyjából olyan 60-70% környékén, mindenki megnézte, és akkor nézzük, hogy az enyémen úgy 10% van, ami azt jelentette, hogy én az út felét megtettem, és hát az aksinnak a 90%-a elfogyott. Na most én ott kezdtem el kicsit pánikba esni, mikor megláttam a főnök arcát, az a ó, tehát nem az a jó, oké, mindegy, menni fog, hanem hogy ó, és hát ez azt jelentette, hogy hát nyilván lefelé nem használja az aksit, tehát ott ameddig lehetett, gurultam, és megfelelő módon kikapcsolva ezt próbáltam életben tartani. Ugye nem tölt vissza, tehát ez nem olyan, mint az elektromos autó, ez nem tölt vissza, olyan fajta e-bike, és ennek az az oka egyébként, hogy mivel ezek terepre készültek, tehát hogy ilyen downhill-es és olyan szikláskövés terepen közlekedsz vele, ahol szétrázná a mozgó alkatrész ezt a visszatöltő modult, úgyhogy emiatt nem feltétlenül használják így. És hát eljött az a pont, amikor azt mondta az airbike, hogy off, és akkor még volt előttünk két hegy. Na most, amikor hát én mondtam, hogy akkor most menjetek előre, majd jövök, mert hogy ugye ezt nem tudod feltölteni útközben, meg hogy itt nem viszel pótaksit, mert azért 5-6 kilós pótaksit nem viszel magaddal. Akkor többen felajánlották, hogy hát segítenek, hogy tekernek helyettem, meg cserélünk biciklit, meg ezért mondtam, hogy srácok, tehát ezt én csesztem el, illetve hát az én szívásom, úgyhogy majd én megyek. Ez egy viszonylag elhangolkodott döntésnek bizonyult egy nagyjából 5-600 méter után, mert hogy hát ezt a legkisebb fokozatba is tekered, akkor nyilván haladsz vele, de egyrészt a köves sziklást öppen nem úgy haladsz vele, amikor így lendületből kéne átmenni a köveken, amit az rásegítés megold, de hogyha nincs rásegítés, akkor azt csak teher, és az csak nehezítés. Nagyjából 300 métert kellett emelkednem, olyan 3 kilométeren keresztül, hogy felérjek a csúcsra. Ebben volt egy olyan másfél kilométer gyaloglás, amikor hát túrakörülmények között hátizsákkal és túracipővel is nehéz lett volna felmenni, vagy hát így teljesmény lett volna felmenni, de akkor még tolni kellett egy baszom nehéz biciklit, ami nem igazán akart magától jönni. És hát, hogy felértem, köptem, minden bajom volt, lángolt, tehát mindkét, tehát ahol lehetett, ahol nem volt annyira vészesen sziklás a hely, ott felültem és tekertem, de amire felértem, tehát lángolt mind a két combom. És akkor így mondta a főnököm, hogy na, oké, tehát, hogy most már emelkedés már nem lesz, itt már csak lejtő, meg egyenes. Nagyon jó, mert hogy az utolsó hegyet azt akkor le tudjuk vágni, úgy volt az út. Igen ám, de hogy a lejtő és az egyenes rész, hát a lejtő az volt egy, mit tudom én, 5 kilométer nagyjából, amivel leérkeztünk, és utána meg az egyenes rész az a többi 20 valamennyi, ami meg nem lett volna baj, ha nem lett volna egyrészt köves és ilyen göröngyös és mocsaros áztatott terület, tehát hogy ott ugye lendületből mész át, hogy ne ragadj be, ne dőlj el a sárba, stb. Ha lendületből mész bele egy ilyenbe, akkor mindened is saras lesz és redvás lesz. És olyan szembeszél volt, hogy kb. Álló helyzetben voltam, úgyhogy maxon tekertem azt a szart, úgyhogy nekem ez ilyen, tehát megérkeztem, és kicsit úgy néztem ki, főnököm lefotózott így, ahogy leültem, és az jutott eszembe, hogy a Seth Keanu mémet, nem tudom, ismeritek el, mikor ül egy ilyen szendvicssel egy padon a Keanu Reeves nevű színész. Na mindegy, majd dobok be egy képet. Na most ez én voltam csak hátulról, tehát ilyen csapzottan, ilyen szomorú fejjel, tehát igazából alig éltem.
És hát nem volt egy nagyon kiemelő, vagy felemelő dolog. És hát nyilván jöttek a kollégák, hogy hát ők azért mennének még egy kört, mert még 50% van az aksiban, meg 40% van, rohadjatok meg, tehát ők kicsit másképp élték ezt az egészet meg. De mondtam nekik, hogy hát ők eljöttek csapatépíteni, meg szórakozni, meg eljöttem sportolni, tehát hogy nekem volt sport teljesítmény ebben az egészben. De érdekes módon amúgy így a tehát ott teljesen, még egy órát vezetni kellett, hogy visszaérjünk a szállodába a bicikli kölcsönzőtől, és hát az így teljes zombi mód, tehát olyan szinten hullafáradt voltam, hogy így, meg amikor mentünk lefelé is, tehát ugye én voltam már ilyen e-bike-os downhill-es túrán, tök jó volt, mit tudom én, élvezetes, és azért ilyenkor előre gondolkodsz, úgy mondjuk, úgy nem tudom, önlátó távolságnyi, tehát azért nagyjából rögzíted, hogy hol vannak a kövek, hol merre tudsz majd menni, hol kerülsz, hol kéne kiemelkedni, tehát hogy azért megvan benned az, hogy kell lejönni egy ilyen hegyen. Na most itt, ezt úgy képzeljétek el, hogy az emelkedő után hiába álltunk meg pihenni, annyira nem tudtam fejbe ott lenni és koncentrálni, hogy az első kavics után nem láttam kb. Tehát így hirtelen jöttek meglepetésként, hogy ja, itt volt egy kő, és ugye ezért oké, persze a bicikli az úgy megoldja, de olyanokat ki tud rántani a kezedből, hogy ott kiesik a kormány a kezedből, idézőjelbe kiesik, tehát kirántja vagy elfordítja, akkor hát esel, mint a ház. Úgyhogy az ilyen helyzetekben én a két féken óvatosan rajta állva próbálkoztam azzal, hogy jó, oké, akkor én most így béntettem fel a kezem, vagy mi történt? Így csináltál. Na, igen, magyaráztál, hogy ezt csört leolvastam, azt néztem is, hogy megfordította a pozikot. Ez hol lehet? Na. És ezt így, bazze, ez de komoly. Ez ilyen náci lett a Zoom. Tehát karlenítést felismeri. Mást is felismer? Nem, a fuck you, azt nem. Nem. Igen, tehát igazából nem tudtam tovább koncentrálni egy körnél, úgyhogy így szépen óvatosan fékezve lassan jöttem le, hogy ne halljak meg. Zúgtak el mellettem a kollégák, érted, így volt három lány a csapatban, tehát az új team leader hölgy, meg a két ilyen support kolléganő, és hát érted, ők nagyjából így alig ültek még biciklin, downhillezni meg végképp nem, és úgy mentek érted, mint aki ezen született, én meg így lassan, majd hévasba kapaszkodva. De hát, ja, jó volt. Aztán utána, amikor megérkeztünk a hotelba, ott volt egy kaja, ettem egy jó jútúros szapacskát szalonna nélkül, és így utána az a berobbant minden. Energia visszajött, oké, akkor menjünk biliárdozni, akkor dárcozni, akkor hol van még a pia? Tehát, hogy olyan szinten így visszajelkezett az energia, szintem úgy hihetetlen. És így a másnap meg ilyen, hát jó, oké, érzem, hogy kicsit mozogtam, de hogy így nem szakad le a lábam, pedig én azt számítottam, hogy nem fog tudni járni. Azt nem tudom, milyen lesz a holnap, tehát hogy azt még várom, hogy esetleg holnapi megérkezik az izomláz, de most eddig még így életben vagyok, úgyhogy, de hát hogy tudod, így ma reggel így kiültem a kastélyszállóba napfelkeltét nézni, hogy chill, meg meditáció, meg fotózás, meg iszogatom a kávémat, majd egyszer kisétál mellém a főnököm, és így, hát nem tudom, te hogy vagy vele, én elég elfáradtam tegnap, és tudod, így látom rajta, hogy vagyok, hogy és te elfáradtál, és az hagyját meg, de hát igen, jöttek itt a holkodások. De hát ez így jó, tehát ezért csapatépítő, szóval a hangulat az jó volt. Hogy tudtad így elszámolni magad? Hogy... Nem számoltam el egyébként, tehát hogy valószínűleg ott volt valami gebasz az aksiban, tehát nem biztos, hogy a legfrissebb aksit kaptam, mert hogy, és két ilyen bicikli volt az egyik kolléganőnek is, mert a másik felvetés az volt, hogy mert egyébként a többieknek is ilyen leesett az utolsó, tehát hogy azt hiszem úgy van, hogy 25%-onként van egy ilyen jelzés, tehát olyan 25% környékre leesett mindenkinek a végére, de az egyik kolléganőnek például szintén lement nullára, és neki is kikapcsolt az utolsó, mit tudom, 3-4 kilométeren, és neki például nem volt rendesen feltöltve. Tehát, hogy ott kicsit a kölcsönzős volt slendrián, és az enyém az vagy, tehát arra gondoltunk, hogy mivel nekem a súlyom azért nagyobb, ezért többet kell dolgozzon a gép, másrészt meg lehet, hogy a tekerés számított, tehát, hogy többet használtam a motort, mint kellett volna, hogyha nagyobb fokozatba hajtod, akkor ugye másképp segít rá, és akkor lehet, hogy kevesebb aksit használt volna, de
alapvetően nem lett volna indokolt. Tehát volt hozzám súlyban hasonló, akinek szintén ilyen 25%-ig ment csak le, úgyhogy itt valószínűleg az aksim se volt tökéletes állapotban, és hát, ja. Nekik áramvonalasabb az arcuk. Igen, meg kisebb. Igen. Hát ez lehetne indok, csak ugye azért egy 20-25-ös sebességnél azért a szembeszél annyit nem fog a testméretből adódóan. Tehát ugye én viszonylag magas vagyok, vagy nem. Az jelenthet egy visszafogó erő, tehát azért lejtőnél én éreztem, hogy visszafog a szembeszél, de hát azért egy 25-ös tempónál még nem, és ugye 25 fölé meg nem igazán enged a rásegítés. Ettől függetlenül azért volt, hogyha egynek fölfele 28-30-al mentem, ami nyilván az én fasságom volt, hogy nem biztos, hogy ott kellett volna elégetni minden energiámat, tehát lehet, hogy mehettem volna egy 20-szal is, és akkor igazából spórolok. Hát főnököm azt mondta, hogy toljátok a turbót, bírja ez, olyan még nem volt, hogy ezek lemerülnek. Hát most van. De nem nézted közbe, hogy hol áll az aksi, tehát így? Hát és toltad kész? Nem. Az a baj, hogy amikor nekiindultunk a Regécvárának, akkor egy olyan, ha jól emlékszem, akkor volt olyan 75%. Tehát akkor egy aksi jelölő ment le az 5-ből, 4-es értéknél voltam, ami azt jelenti, hogy bőven van még energia, és mivel felértem a vádba, akkor lett 1-es. Tehát ott mindegy lett volna, hogy én félúton megállok, és ezért gondolom azt, hogy tehát nem volt indokolt az emelkedő, hogy annyit elhasználjak rajta. Úgyhogy én ezért gondolnám azt, hogy itt valami power management issue volt az aksiba, mert az nem is tudom, az egy ilyen 400 méteres mászás volt, tehát az nem kellett volna, hogy vészes legyen amúgy. És ráadásul nem volt meredek, mert olyan úton tudtunk menni, hogy azért sok esetben nem kellett a teljes felsegítést használni, és így is folyt el az aksi idézőjelbe. Vagy a másik lehetőség, hogy a kolléga, akit ott hagytunk a parkolóba, hogy vigyázzon a biciklikre, amíg mi kiültünk, ő valami megbincsizett a bosszúból. Leszívta. Ja. Hát ki tudja, ugye. Ja. Ti voltatok már ilyenen egyébként? Ilyen elbájkos mi újságon? Nem, és igazából nem is tudom, hogy hova kéne elhelyeznem fejbe ezt. Tehát én azért szeretek bringázni, még akkor is, ha csak ritkán bringázok, de nagyon ritkán, tehát évente egyszer-kétszer mondjuk így előveszem, hogy nakrost elmenjek tekerni, egyébként meg ilyen közlekedési eszköznek, mondjuk a nyaralónál, hogy haverokhoz átmenni, meg ilyesmi, de azt azért nem nevezném olyan nagyon bringázásnak. És ez az egész airbike-os sztori, ez bár nyilván, meg aki kipróbálta, az azt mondta, hogy nem, hát ugyanúgy bringázol, meg minden, de hogy ilyen tájidegen nekem. Nekem is az volt, amíg tavaly vagy tavaly előtt el nem mentünk egy ilyen rövidebb pilisi szakaszra, és nekem az volt benne a pozitív, tehát ott megtapasztaltam, hogy milyen gyorsan lejönni a hegyen. Egyszer jó volt, tehát hogy egyszerűen izgalmas volt, mert tényleg adrenalin, jössz kövek, mit tudom én, matekozni kell, hogy hol kerülőd, hol nem kerülőd, tehát hogy azért van benne fun faktor. Engem egyébként ez a része annyira nem fogott meg. Tehát az, hogy én száguljak lefelé olyan útvonalon, ahol tudom, hogy egyébként lehetnek turisták, engem az annyira nem fogott meg. Tehát, hogy az kicsit már lehet, hogy öreg vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, hogy szarok bele, én élvezem, és minden más le van szarva. Nyilván olyan helyeken bicikliztünk legtöbb esetben, ahol normál esetben ki van táblázva, fel van festve, hogy az bizony bicikli útvonal, és igen, de azért tudjuk azt a szentendrei eset óta, hogy ez nem minden esetben van így, és néhány esetben azért a bicikli úton előfordulhatnak élőlények, ezek lehetnek emberek is akár, meg lehetnek állatok is. Úgyhogy én nem, ezt a részét nem. Viszont az a része, hogy te fel tudsz tekerni, és meg tudsz tenni egy nagyobb távolságot úgy, hogy mondjuk tudsz az erdőben menni, tudsz olyan helyekre felmenni, ahol akár még gyalog se feltétlen mászol fel, és mondjuk tudod élvezni a tájat, meg tudsz pihenni, és van benne sportteljesítmény, mert itt igazából nem feltétlen az erő kifejtés az, ami a nagy erőt adja, hiszen nem nagy ellenállással fogsz te tekerni sok esetben, hanem kardiót ad, hiszen kisebb ellenállással, nagyobb pedálfordulattal mész föl, és mondjuk felvisz olyan helyeken, ahol normál esetben biciklivel egy átlagember nem megy fel. Tehát tudsz olyan túrákat csinálni az erdőben, ahol kijelölt utakon nyilván, ahol mondjuk más esetben nem biztos, hogy felmenni a biciklivel, nem biztos, hogy ezeket a szép tájakat élvezni, tehát ahol most voltunk például az Zemplénbe, ott nem biztos, hogy én valaha
biciklivel elindulnék, mert ahhoz csíra vagyok. Tehát, hogy biciklizek, sportolok, de kevés vagyok. Tehát még e-bike-kal is tényleg, tehát valami 2800 kalóriát égettem az órám szerint, ami oké, az most nekem kiemeltebb volt a sok esetben 170-es, 180-es púzus miatt, tehát hogy azért az más. De hogy tényleg van egy olyan sport teljesítményértéke is, akár. Én, hogyha e-bike-ot vennék, vagy hogyha veszek valaha, akkor nem ilyen jellegű e-bike-ot veszek. Tehát nem erdőben akarok biciklizni, hanem bicikli úton hosszú távon túrázni. Tehát mondjuk egy Balatonkört, vagy mondjuk nem tudom, Passauból Bécsbe lebiciklizni, ami persze lehet normális biciklivel, de maga a bicikli túrázás az nekem tetszik, és nem feltétlen sportolni akarok közben, hanem kicsit mozogni, tehát legyen egy mozgásfaktor benne, de nem akarok meghalni. Tehát szeretném élvezni a tájat, és ne azon küzdeni, hogy hát most már alig van életöröm, de még toljuk, mert ez sport. Van más sport szerintem. Tehát, hogy kicsit elkényelmesedtem benne, lehet, viszont azt tudom, hogy az ilyen túrákat például sima biciklivel nem biztos, hogy megmerném kockáztatni. Egyrészt én se, másrészt akivel én ezt meg akarom csinálni az ilyen túrákat, ő meg biztos nem fog elindulni, mert ő meg nem, tehát neki nem élvezett az, hogy szétizadja magát. És ezt mondom példának azt, hogy voltunk úgy, hogy a dél Pestről felmentünk egészen Szentendrejéig, ott felmentünk a Pilisbe majdnem Dobogókőig, illetve hát Paprétig, ott másik oldalon le, megérkeztünk Visegrádra, Visegrádról meg a teljes Dunakanyart visszabicikliztük Dél-Pestig, ez ilyen 105 km nagyjából, van benne egy viszonylag szép szintemelkedés is, és ezt vigyorogva, teli szájjal vigyorogva tette meg, úgyhogy előtte, amikor nem e-bike-kal mentünk, akkor nagyjából így a szob Budapestet zokogva nem, de azért nem túl boldogan biciklizte le. És az az élmény, tudod, hogy tudsz menni úgy 100-105 kilométert, hogy a párod egyébként nem döglik meg, ő is sportol, stb., de nem feltétlen ezt a jellegű sportot. Ez nekem ad egy olyan élményt, hogy akkor miért ne? Vagy hogyha elmentünk egy Balatonkört, akkor miért ne menjünk úgy, hogy mondjuk nem döglünk bele, hanem élvezzük a tájat. Én abszolút adom ezt, különben meg ami távolságot mondasz, azért az én mércém szerint is, tehát én például 10 évesen rengeteget bringeztem, én is voltam Baranya körön, nem tudom mi, de azért az úgy megmaradt nekem, amikor 120 kilométer után így leszálltam a bringáról, és toltam 5 percet, ma azt mondtam, hogy na jó. És jó jött volna, azért is mondom mondjuk Baranyát, mert oda, hát annak idején nem voltak ilyesmik, de rohadt jó lett volna, hogy tudod, amikor már nagyon fáradsz, de még mennél, akkor rásegít. Amúgy én Ausztriában láttam ezt először. Azt hiszem, ott támogatják, vagy van valamilyen rendszer, nem tudom pontosan, de azt nagyon-nagyon adnám. És amikor mi is lakást kerestünk, akkor konkrétan mondjuk Óbuda, vagy ilyen rész is szóba került, és ott voltak olyan helyek, ugye én is relatív sokat jártam akkor még bringával munkába, a feleségem az minden nap, és ott konkrétan szóba került, hogy ha oda költözünk, akkor biztos, hogy muszáj venni olyat, ami rá segít, nekem nem fogsz tudni napi szinten értelmesen közlekedni. Ugye ezekre így el tudom képzelni, abszolút, hogy tök jó. Igen, és hogy ráadásul ezt a nagykört, amit közösen tettünk meg, és utána voltunk még máskor is e-bike-kal, ezt nem is egy ultramodern csúcskategóriás biciklivel tettük meg, hanem ezt konkrétan ilyen inkább a belépő szintű, alapvetően céges támogatott biciklivel, tehát nálunk a cégnél van olyan, hogy kérhetsz, azt hiszem havonta 10 napig lehet, vagy 10 napot lehet kibérelni, teljesen ingyenesen, regisztrálsz, lefoglalod és elviszed a biciklit, és használható privát célokra, és ez egy olyan juttatás szerintem, ami zseniális. Nyilván a biciklit nem, tehát mondom, nem csúcskategória, egyértelmű. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy van egy ilyen alsó teteje, vagy középkategória alja, viszont hatótávban egész jó volt. Nekem nem kényelmes, tehát az én magasságomnak ez már kicsi, viszont a cég nagy átlagát lefedi, és akinek meg jó méretben, az meg zseniálisan fogja érezni magát, és élvezni fogja azt, hogy biciklizhet, és kicsit mozog így privát is a természetben vele. Ezek nem mizék, tehát nem hegymászó biciklik, tehát ez abszolút betonútra valók. Szóval, hogy áron egyébként ez az alsó kategória is eléggé zúzós, nem? Tehát ahhoz képest, hogy kerékpár... Hát mi az úzós, érted? Egy persze, Velcsiba tekerős bringát is 2 millió ér. Hát de mennyi az alja? Tehát szerintem ott is azon majd antenna kijavít, de szerintem ilyen 3 kiló alatt olyan, ami nem esik szét alattad, nem nagyon van, tehát már mások az árak. Hát nagyjából az a kategória, ami nem e-bike-ban van, az kb. Ilyen 200-300 környékén van szerintem. Ez e-bike-ban mondjuk a duplája, tehát
600-700 környéke. Én úgy emlékszem, de lehet, hogy az a változott. Amilyen már érdemes megvenni, ha jól láttam, most nyilván nem vagyok aktuálisan toppon az árakban, amikor nézegettük, akkor olyan 1 millió környéke volt újan, és nyilván ez folyamatosan változik, már mint maga a technológia, folyamatosan javul, és ezért sokan ugye eladják használtan, meg lehet kapni olcsóbban. Igen, itt is a csillagos ég az több milliós, tehát hogy tehát ami a főnökömnek is van például bicikli, azért az nem a belépő szint, nyilván itt az aksi kapacitás, meg a teljesítmény, de ő is azt mondta egyébként, hogy az az egészben, hogy nem tudsz olyat venni, ami mondjuk aksi kapacitásban több, de a motor nem kell, hogy ekkora teljesítményű legyen. Tehát, hogy teljesen indokolatlan az rásegítés, teljesen felesleges, súlyban se jó, nem kell. Tehát érted, egy fél pedál fordulata és kilő alulad a bicikli. Nem kell. Aksi teljesítmény az jó, hogyha van, de például az övénél ezekhez a túrákhoz az is sok. Tehát, hogy úgy zárta a túrát, ugye 40-50% aksi kapacitással. Szóval, nem feltétlenül a legindokoltabb, de persze a nem mindegy, hogy milyen villa van rajta, nem mindegy, hogy milyen csillapítás, a többi, tehát hogy ez persze fontos. A cégeseink az más kategória. Viszont az meg egy ilyen Balatonkört megtenni, Velencei-től, stb. Zseniális. Tehát, hogy tényleg semmi, senkinek is szava nem lehet ellene. Azon gondolkozom, hogy valószínűleg ez annak éri meg igazából, aki rengeteget jár bringával, vagy rengeteg ideje van arra, hogy nem tudom, túrázni menjen, meg erdőbe menjen, tehát aki tényleg, vagy ahogy Zéte mondtad, hogy mondjuk a munkahelye az olyan távolságra van, hogy mondjuk oda már kell, és nem akar BKV-zni, meg nem akar autózni, de aki ilyen kocabiciklis, annak valószínűleg ez nem fogja megérni. Persze, pont ezt akartam, ne haragudj, nem közbevágni akartam, hogy pont ez, hogy racionálisan ki kell tudni kalkulálni, tehát mondjuk nálunk, amikor a feleségem télen-nyáron, hóban, esőben minden nap azzal jár, akkor én azt szerint kalkulálok, hogyha mondjuk ő BKV-zna, autózna, mit tudom én, mit csinálna, értitek? Bocsánat, közösségi bringát használna, stb., akkor ahhoz képest mennyi pluszt ad. A hobbi szinten én is azt mondom, hogyha csak ilyen évi párat, akkor nem. Én a sima bringát is körülbelül így kalkuláltam, mert az Antan, akit említett közös ismerősünk, én tőle vettem a mostani bringámat is, és azóta is olyan szinten egyben van, úgyhogy köszi haver. mert ő azért elég jól meg tudta ezeket csinálni, és tényleg. Jó, én nem vagyok egy ilyen állat bringás, tényleg, tehát nem az, hogy minden nap tekerek 50-60-100 kilométereket, de szoktam használni, és full egybe van, és tehát, hogy mondjam, ezek még az én felhasználásomban is mondjuk egy 6 hónapon belül nettó haszonban vagy. Tehát. Ja. Jó van. Zárjuk a logbookot? Vagy van még valami, amiről mesélnétek? A mai logbook antenna. Hát ez persze van így, hogy antenna percek vannak, amikor úgy gondolom, hogy a kotyogósban nincs kedvem erről már megint beszélni, mert ott más témák vannak. De igazából az a baj, hogy ez mindig úgy alakul, szerencsére azért a két podcastnek a hogy mondjam, hallgatottsága nagy részt azért átfedődik, és ez egyrészt baj, másrészt jó. Tehát azért baj, mert nem tudok újra hasznosítani témát, tehát hogyha történik velem valami, akkor nem tudom mind a két helyen elmesélni, mert uncsivá válik. Vagy éppen akkor rájönnek a hallgatók, hogy hazudok, és nem tudom, hol mit hazudtam, tehát nem tudom szinkronban tartani. Szóval én általában úgy vagyok vele, hogy ami előbb jön, amelyik felvétel előbb jön, ott mesélem el. És szerintem csak azért történik annyi minden az életemben, hogy mindkét helyen tudjak mesélni, illetve ugye azért nyilván a Hekk és Lángosban többen vagyunk, úgyhogy több minden történhet így a társasággal. De igen, tehát hogy ez egy olyan dolog volt, amit egyrészt, mivel Zéte is itt vagy, azért tudom, hogy te is ringázol, Szabi, te meg közel laksz a hegyekhez, tehát neked is hozzáadott véleményed. De nem, tehát szerintem az én azt mondom, hogy egyszer mindenkinek érdemes kipróbálni ezt a e-bike-os hegyi témát. Van, aki rákap és ráfügg és húristen, és van, aki meg azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy én mondom, én az voltam, hogy voltak olyan jelenetek abban a biciklizésben, hogy azt mondtam, hogy nekem fontosabb az életem ennél, tehát biztos, hogy túl magas a kockázati elemzésem ebben, tehát valószínűleg nem fogok meghalni, de nem akarom eltörni se a kezem, nem akarom betörni a fejem egyrészt, másrészt meg egyértelműen tudom azt, hogy van egy gyermekem, akivel gondoskodnom kell, van egy munkám, amit el kell lássak, stb. Nem élhetem és ezért nem motorozok. Tehát, hogy tudom azt is, hogy nem akarok olyan kockázatot vállalni, amiben tudom azt, hogy nem biztos, hogy nulla izével jövök ki sérüléssel. Ezt nem minden esetben tudom
vállalni vezetés közben, mert ott van egy fémkaszni fölöttem. Ugye most mentünk kollégákkal, és az egyik kolléga mondta, hogy mindenképpen azzal az autóval akar jönni, amit én vezetek, mert hogy én nagyon jól vezetek, és így, ja, tényleg jól vezetek, kösz, haver. Tehát, hogy így tényleg ez a nagypapás, a nizé, chillbe és egyebekbe, és akkor így nagyon mondogatta, hogy na, majd az utolsó 20 kilométer, és így, de miért? Tehát, mi lesz ott? Hát, ha majd meglátod is. Akkor már láttam a GPS-en, hogy ilyen kanyargós, hegyi utak, szerpenti nizé, ó, mondom. Na, haver, kicsit sérült az információd meg az emlékeid, tehát, hogy én azóta megváltoztam, és már nem rollizás lesz ott, hanem a nagypapás izé átfolyása az utakon, tehát hogy itt nem az fog történni, hogy akkor csapatjuk a szembesába, hogyha nem jön semmi fentől, és nem a konyha hívét nézem, hanem fölfelé, hogy akkor jön el lefelé autó, és akkor padlógázzal. Hát szomorú volt kicsit, de lehet, hogy ez így, nem tudom, elnézve a kanyarok végén lévő, így tudjátok, az emléktáblát, meg a kereszteket, hogy ez így lehet, hogy jobb döntés volt a végén. Ja. Hát ugye a motorral én is így vagyok, azt ugyanúgy 20 évesen akart, de akkor nem tudtam hol tárolni, és a többi, tudod, előkerült pár évvel ezelőtt is, mert egy-két haver akkor megint elkezdett motorozni, hogy hú, de rohadt jó lenne, de ugyanez feleségem is mondta, hogy figyelj, az összes haverunk, aki motorozott, mindegyik eldobta. Van, aki belehalt, van, aki azért tette le a motort, mert hülyére törte magát, és én is azt mondtam, hogy annyit nem biztos, hogy ér. Hát én igazából ilyen szempontból azért nézem Szengát, hogy ő tud felelősségteljesen motorhozni, ugye amikor videókat is megoszt, látjuk, hogy a 90-es hatát se nagyon lépi át, és teljesen kultúráltan is lehet ezt csinálni, és ugye mesélte, hogy ő amikor vadul, meg amikor állatkodni van kedve, akkor befizeti azt a nem tudom, egy nap pályadíjat, és kimegy a pályára. Viszont én tudom azt, hogy ott van apám, aki könnyesen sírja a szemét idézőjelbe, vagy nem idézőjelbe, ezt nem tudom, hogy ő hogy és mennyire mondta komolyan, hogy az egyik fia az motorozik, és nem éppen szolidan. Tehát ő úgy fogalmazott, hogy hát ők se tolták a motort, annak idején se, meg ugye most se, tehát most is van motorja, de hogy azért öcsém, ő minden, és azt láttam, amikor autót vezet, hogy ő úgy megy le minden egyes autópálya felhajtón, lehajtón, mint hogyha azért versenypálya lenne. Oké, ő versenyzik, tehát hogy van tudás mögötte, van gyakorlata, van saját épített versenyautója, vagy lesz, meglátjuk. Tehát éppen épül még újra. És hát nyilván próbálgatja kanyarokat, próbálgatja a dolgokat, és neki az ez egy ilyen életfilozófia, hogy a motorral addig kell ledőlni, amíg a térde az nem érje földet a kanyarban, és hát van rá megfelelő eszköze is nyilván, csak hát azért ez nem egy életbiztosítás, és ő az, aki, tehát apám, aki nem tudom, 50-60 évet motoron élt, idézőjelbe, tehát hogy nagyon sokat motorozott, nagyon sok kilométer van benne, nagyon kevés balesettel, kettőről tudok, amit mondott, egyiket velem, tehát és az is csak úgy, hogy egyik hajtikanyarba kicsit előbb húzta ki a gázt, és nem számolt azzal, hogy én is ott vagyok, és ezért így kicsúszott a segge, de mentünk 30-40-nel, tehát nem volt egy vészes dolog. A másik meg álló helyzetbe eldőlt, mert elfelejtette letenni a lábát, tehát így megszokta az előző motorját, ami baszom, hogy BMW volt, aztán átvált a Japánra, azt föltetette, tehát így megvolt a vélemény a motorról. Yeah. Szóval, hogy így ő félt, és emiatt én nem, nekem is mindig eszembe jut egyébként, ha számolok, megnézem, mennyibe kerülne, hogy mennyi idő, de úgy vagyok vele, hogy lehet egyébként, hogy nem lenne baj. Tehát, hogyha, ha mit tudom én, nyilván nem egy speedmotorral kezdenék, sőt, valószínűleg nem is speedmotor, hanem tudod, ez a naked bike, valami idom nélküli, amivel nem szívesen mész gyorsan, stb. De ez is olyan, hogy ha meg van rá pénzed, és van rá motivációd, akkor miért a nagyobbat? Hát miért a nagyobbat? Szóval... Én saját tapasztalatból tudok beszélni, én pár évet motoroztam, mentem napi szinten, ugye én azzal jártam a távoli vidékről, Tárról dolgozni be a híres Budapestre, és hát még az országút az a legbiztonságosabb része a dolognak. Ugye én egy nagy robogóval mászkáltam, egy 250-es Piaggio-n volt, tehát az se az, amivel hülyére nyelezed, és akkor előző jobbra-balra, hanem tényleg olyan nyugisan, kényelmesen tudsz vele haladni. Na, de amikor beértél a városba, vagy bármilyen településre,
és a rakott ifa kifordul eléd, és nem, vagy nem vesznek észre, vagy lesz szarnak, vagy nem tudom. Volt az a baleset, amikor elütöttem a pizzafutárt, mert a Váci úton gondolt, hogy 4 sávon keresztül fordul be jobbra, és örülhet, hogy én ütöttem vele, és nem mellettem rajtoló merci. Tehát egy pár ilyen után azt mondtam, hogy na jó, köszönöm szépen, akkor ezt a motort most eladjuk, és akkor inkább járok vonattal, vagy bármivel. De én is úgy voltam vele, hogy most már itt, akkor azt hiszem 2 gyerek volt, mikor eladtam. Még a harmadik nem volt, csak tervben talán, de hát mondta, hogy nem éri meg. Tehát én, ahogy te is mondod, hogy azt a rizikót nem akarom se fölvállalni, se rárakni a családra, hogy egyszer csak apa lehet, hogy nem jön haza, mert kifordult elé a, nem tudom, barkasz. Ja, persze, és nem tudom, mondjuk valószínűleg aki sokat motorozik, az jobban fogja tudni megmondani, de itthon nincsenek is feltétlen olyan helyek, ami kimondottan ilyen nagyon lakatlan, vagy hogy mondjam, ahol sokáig lehet mondjuk túra motorozni. Tehát most nyilván az őshazája, mint mondjuk Amerika, ott tudom elképzelni, hogy így ott gondolkodás nélkül vennék, mert órákat, vagy akár napokat tudod úgy veretni, hogy azok, amikről beszélünk, az fel sem erül. Az úgy adná. Hát ugye azért van pár ilyen klasszikus, tehát azért itt Magyarországon is vannak olyan helyek, ahol jól el lehet motorozni, ahol jól el lehet autózni is, tehát azért én autóval is elég sokat és szép helyeken szoktam közlekedni. Az útviszonyok nem feltétlen olyan kényelmesek motorral se. Egyébként én nagyon örültem most, hogy a céges autóval mentünk, mert a Fordnak a futóműve az sokkal jobb, mint a Renaulté, tehát hogy azok a Borsodban lévő utak, hát, ja, az nem éppen egy életbiztosítás, és azért a Renaultnak a futóműve ez nem erre van kitalálva sajnos. A Ford elég jól viselte, de nyilván itt is lassú tempót tudtunk csak engedni, mert tényleg úgy dobálta magát, hogy eszméletlen. Azért ez motorral nem éppen az a legkényelmesebb dolog, de azért lehetne, meg itt Európában a környéken is van hol menni, de más persze, mint Amerika, az egyértelmű. Na, akkor vegyünk fel egy adást. Vegyünk. Legyen így.